A láptal az otthon 9. edzése következik a mai napon, mint láthatjátok. Ezt az edzést most nem a tornacsarnokban, hanem szabad téren fogjuk elvégezni. És méghozzá Lilláéknál, hogy nézzétek, milyen szép kerti növények vannak, túlja, buksz. Ja, nem ezt kell figyelni különben, hanem azt kell figyelni, hogy a mai edzést, a bemelegítést biciklivel fogjuk kezdeni. Ezt most szimuláljuk, ezt a biciklizést egy görgővel, mivel otthon nem hiszem, hogy mindenkinek van görgője, de mivel jön már ez a jó tavaszias idő, főleg a hétvégére 26 fokot is mondanak, már nyugodtan ki lehet menni biciklizni egy kicsit, természetesen a megfelelő távolságra egymástól. A legújabb hírek szerint most már jóval több távolságot kell sportolásnál tartani, mint 2 méter, mert erősebben lehellik, vagy nyomják ki magukból a levegőt az emberek, és ezért nagyobb távolságot kell tartani. Lilla kezd egy könnyű kis bemelegítéssel, lazán tekeri a biciklit. Akinek ilyen sebváltós biciklije van otthon, az is próbálja meg a legelején könnyűre tenni a biciklizést, tehát ne a legerősebb fokozatos akarja a leggyorsabban menni. A bemelegítésnek az a lényege, hogy fokozatosan hozzá szoktassuk az embereket a terheléshez. Most pedig könnyű, laza, lájtos biciklizést mutatunk, amit majd egy kicsi erősítő jellegű feladatok fognak lenni benne. 2x fél percig lesz majd a nyeregből való kiállás és úgy biciklizés, majd 2x1 perc közötte, a 2x fél perc között fél perc pihenő, az 1 percek között pedig 1 perc pihenő lesz. Nem sokára indítjuk is az első fél percet. Még 10 másodperc van, ő pontosan 2 percet tekert előtte, mielőtt elkezdeni a kiállás. És most kiáll a nyeregből szépen, és tekeri a biciklit. Ilyenkor nagyobb nyomatékkal adunk a pedálra, tehát gyorsabban fogunk haladni, illetve nagyobb erőkifejtést teszünk a biciklizésbe. Mindjárt vége, még 10 másodpercig kiállva kell menni. A lényeg az, hogy próbáljuk meg a testsúlyunkat a lábunkra helyezni, a kormányon csak a kezünk rajta legyen, tehát egyensúlyoz. És vége, most könnyű fél perc tekerés következik. Lazán. Tehát amikor kiállunk a nyeregből, arra figyeljük, hogy könnyedén, közben Lilla anyukája is megérkezett. Könnyű, laza tekerés legyen. 10 másodperc múlva jön a következő fél perces tekerés. És 3, 2, 1, és megint kiáll a nyerekből. Egy kicsit tempósabban. Ilyenkor a combizmok, a combfeszítőizmok működnek. Hátul a farizom tud erősödni. Aki egy kicsit még rányom pedállal a végére, annak a vállizomzata is tud erősíteni, tehát szinte a láb összes izma átmozog ebben a helyzetben. A karok pedig csak lazán a kormányon rajta vannak, és még 3, 2, 1, és vissza, könnyedén tekerünk, könnyedén. Otthon szobabiciklin is végre lehet hajtani ezt a feladatot, manapság már sok háztartásban van szobabicikli, lehet mérni rajta a sebességet, azt is, hogy milyen fúzószámba tekerjük a biciklit. Itt is lehet az értékeket közben megfigyelni. 5 másodperc múlva jön az 1 perces tekerés, és indul. Kiáll a nyeregből, egy kicsit váltogat a bicikli magától. Nem magától váltott. Nem, akkor csak egy kicsit krekkéget. Kevés olajat adott neki biztos. Most olajoztam egy hete. Tehát innen is látszódik, hogy nem erőből kell tekerni ezt a biciklit. Lilla is közben nagyon szépen tud beszélgetni az emberekkel, mosolyogni. Tehát ez csak azért van, hogy egy kicsit átmozgassuk a lábizmait. Törzsből próbáljuk magunkat egyenesen tartani. Különben a jó bicikli beállítás az, hogyha nem fekszünk rá a biciklire, hanem egyenes áttal tudjuk magunkat tartani. Még 15 másodpercig kell így tartani magunkat. És 10 másodperc. És még 4, 3, 2,
egy, szépen visszaülünk a nyeregre, és még egy perc lesz. Ebbe a könnyű egy percbe visszaválthatunk a biciklivel, egy kicsit könnyíthetünk a fokozaton, egy kicsit fel tudjuk pergetni a lábakat, tempósabban menjen, a vérkeringés jobban beinduljon. Ez a pihenő időszak. Látjátok itt is, hogy szinte egyenes, tehát egyenes háttal tartja magát a bicikli kármája. Nincs beledőlve, a bicikli kormányon is épp hogy csak támaszkodni kell a karnak, tehát a testsúlynak nem szabad lenni rajta a kormányon. Ez a helyes megfelelő tartás, és ez a gyógytestnevelésesek számára is ajánlott így tekerni a helyes testtartásra. Ez már egy könyöklés, ez már a biciklizés, ez már nem ide való. Jön a következő, egy perc és indul. Visszaváltod szépen. Keményebb, erősebb áttételre, kevesebb a lábmozgás, tehát kevesebb pedálfordulat van, viszont gyorsul a bicikli, erősebbek a wattok, amiket nyomni kell, nehezebb wattok. Milyen szép hangja van a biciklinek is. És halljuk, hogy most már ráerősít, az utolsó fél perc van. Ne lassuljon, ne lassuljon. Különben az a jó tekerő, akinek nem ilyen zsű, hanem egyfolytában megy a hang. Arra próbáljunk rámenni. Na még 10 másodperc. Most a legkeményebben. És még 5. 3, 2, 1. Visszaülünk a nyeregre. Visszaváltunk szépen, könnyű fokozatba. Különben itt a kutyák is szaladgálnak. Könnyű egy perc levezető tekerés. Az erős, tehát amikor nem szabad megállni a biciklizésbe úgy, hogy a legnagyobb tételen mentünk, áttételen mentünk, és közben erős, fizikai erőt csináltunk. Le kell vezetni könnyen a mozgást, és még egy fél percet könnyedén ki kell tekerni. Amúgy a Tour de France biciklizése is, miután végeznek egy szakasszal, utána mindegyik versenyzőjüknek negyed órát kell tekerni görgön, könnyű áttételen, tehát ez a levezető rész. És még egy 10 másodperc könnyedén, majd szépen lassul, és a legkönnyebb fokozat. Ja, neked nincs ilyen? Jó. Köszönjük szépen, ennyi volt a bemelegítés. Jön az erősítő rész majd.